Íme egy kis betekintés, hogy milyen is a munka itt a kútfenekén. Nos, a kútnak a kávájának a legfelső részét azt kívülről megerősítettük. Tehát az ki van vakolva, és kívülről körbeástuk, és kapott egy koszorút. Itt az alsó rész, ami nem volt beszakadva, tehát ami teljes egészében épp, az eredeti kávája ennek a kútnak. Ide pedig egy ilyen fa kitámasztást építettünk, és ma a munkát a fa kitámasztás lábánál kezdtem el, úgyhogy nagyjából egy fél méteres a haladás, hogyha lejjebb érünk, akkor egy újabb ilyen kitámasztó állványt fog kellenünk beépíteni. És úgy működök, hogy az egyik kannába rakom a leleteket, elég sok cserép és üveg jött, egyelőre fémlelet semmi, másik kannába kerül a föld, és ebben a duplán biztosított plékannába pedig a kövek. Hát most éppen rá akadtam egy jó nagy példányra, de először kihúzatom a srácokkal a kisebbeket, félre raktam, vagy tiszta földes, vagy tiszta köves fuvart szoktam fölküldeni. Kész a vödör. Mehet! Hát így.